Egyre kevesebb krumpliföldet látni a megyében, ahogy az országban itt is jelentősen csökkent a termőterület. Ez a klímaváltozásnak is köszönhető, ahogy a már a hektáronként másfél millió forintra emelkedett önköltségjár is szerepet játszik a folyamatban. Az ágazat több sebből vérzik, fogalmazott egy gyulatanyai termelő 35 perc című műsorunkban. A gondok már 2004-ben az EU-hoz való csatlakozást követően elkezdődtek amikor elkezdett beáramlani az import jellemzően lengyel, francia és német krumpli az országba, ami leverte a hazai árakat. Az utóbbi hónapokban viszont pont ennek ellenkezőjét tapasztalhatjuk a boltokban, jelentősen drágult a burgonya. Már mintegy 30 kal került többe, mint egy évvel ezelőtt. A drasztikus áremelkedés hátterében több dolog áll. A drágulásnak egyik fő oka, tehát az öntözés hiánya is, ugye, öntözés nélkül burgonyát termeszteni nem szabad Magyarországon, illetve nem kifizető. A másik óriási nagy dolog, hogy még most például a környező ország gondolkit elsősorban Lengyelországra az áfát eltörölték, tehát nagyon nagy mértékben segítik az ottani gazdálkodókat, itt Magyarországon ez sajnos nem történt meg. Ide sorolhatom még ezt a klímaváltozást, ami az elmúlt évben tavaly például nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolta a burgonya termesztés. Tudni, 25 fokon felül a burgonya már nem érzi jól magát, 30 fokon felül, ami tavaly is volt júliusban nagy száraság, a burgonya nem a gumó növekedés, hanem a túlélésre elközt. A munkerő hiány ugyancsak nehezíti a gazdák dolgát. Elsősorban a burgonya válogatásában, csomagolásában lenne szükség a munkás kézre. A hazai krumpli fogyasztás is csökkent az elmúlt években, még néhány évtizede még 55-60 kg fogyasztottunk belőle fejenként évente, már a 30-35 kilóra csökkent ez a szám, részben az étkezési szokások és trendek megváltozása miatt. Mindeközben az édesburgonya egyre népszerűbb lett. Jobban szeret ezt a meleg klímát, de aznak is öntözés kell. Az valamivel, tehát az önköltsége nyilván jóval olcsó, mivel ott nem kell növényvédelmet csinálni. Egyszer megkapálják, meghúzatják, és akkor az kész. De annyira burgonya az édesburgonya, nem annyira elterjedt még, illetve a, az éttermeknél is, szóval nem váltja ki a hagyományos burgonyát, édesburgonyával az ételeknél nem lehet pótolni nagyon sok helyet. A szakember szerint az öntözés fejlesztése érdemben segíthetne a hazai helyzeten, akár csak a tároló kapacitások bővítése. Beszámolt arról is, hogy sok burgonya termelő állát más növények termesztésére, jellemzően napraforgóra, kukoricára és repcére, részben ezek alacsonyabb önköltsége, részben pedig amiatt, mert ezeknek nincs kézi munkaerő szükséglete.